Hiába a múlt heti pozitív hangulat, hiába indult meg a Bitcoin 60 ezer dollár irányába. Jelenleg esést tapasztalunk a kripto piacon. Ugye mindenki elkeseredett, mert azt gondoltuk, hogy már megtörténik a kitörés. Tudjuk, hogy szeptember zömében piros szokott lenni a Bitcoin történetében. Én Denkler Miklós vagyok, a Cryptomindstorm. Gyere, nézzük meg a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzést egy kicsit, és egyéb fontos információkat, hogy mi is történik, és mit várhatunk a héten, meddig kell még ezt az oldalazást, ezt az akkumulációt elviselnünk, és mikor jön meg az igazi bika piac, amit már nagyon-nagyon várunk. Ordunkon, itt a cryptominds.global weboldalom, ahol te is be tudsz regisztrálni, itt van a leírásban a linkje, cryptominds.global, simán beregisztrálsz, megerősíted az e-mailt, és el fogod érni, és ingyenesen tudod ezt használni. Látjuk, hogy a mai nap az sajnos a legtöbb altcoin, bitcoin esik, leginkább SEI, Ethereumnak is jól oda csaptak. Beam, ugye az egyik kedvenc játékprojektünk, Render, ugye AI projekt, nagy korrekcióban van. Ha megnézzük a heti chartot, akkor látjuk, hogy pár coin viszont zöldben, és a CKB-nál elképesztő ármozgást tapasztaltunk a múlt héten, így az arbitrázs dashboardon folyamatosan jelezte, és számos tőzsdén lehetett ugye az árkülönbözetet lekereskedni, ugye ezt jelenti az arbitrázs. Na nézzük, hogy mit látunk itt még. Félelem és kapzsiság index még mindig félelmet mutat, jelenleg 39, én azt gondolom, hogy amikor ez frissülni fog a holnapi nap folyamán, akkor simán ez bemegy 30 alá is, mert jelenleg elég nagy a félelem a piacon. Az amerikai kamat döntés kapcsán nagy a várakozás, nagy a bizonytalanság, illetve azt gondolom, hogy egy kicsit mesterségesen manipulálták meg a piacot, hogy sok pozíció likvidálódjon, és ugye így a nagy játékosok be tudnak olcsón vásárolni. Hétvégénként szokott az megtörténni, hogy alacsonyabb a likviditás, a tőkátételes tőzsdéken könnyen manipulálni a piacot, és ugye a leverage pozíciókban, a derivatív termékeknél elérik azt, hogy elkezd lefele menni az ár, és utána a spot piacon is, aztán jönnek a nagyok és szépen bevásárolgatnak, hát ugye ezt jó, hogyha tudjuk. Kedvenc szivárványos chartunk még mindig azt mutatja, hogy Bitcoin jóformán majdnem, hogy leárazásban van, illetve a teljesi vétel, illetve akkumulációs szakaszban van. Ugye itt azt látjuk, hogy a sárgától lefele színek az mind jó vételi, beszállási, míg a sárgától fölfel a piros irányába az már profit realizálós szintet takar. Ha itt ellátogatsz a kripto alapok menüpontba, akkor rengeteg ingyenes oktató videót találsz, valamint a webshopban egyéb komoly képzéseket, úgyhogy válasz ki, amelyik neked a legmegfelelőbb, ezeken bátran haladjál végig, ez teljesen ingyenesen megteted, ez a mi ajándékunk neked. A chart ugye mit mutat, havi charton vagyunk, azt, hogy az előző csúcs törtük, viszont egy akkumuláció zajlik jelenleg, ami ugye időnként bemegy az előző csúcs alá, időnként fölé megy, és jelenleg ebben a akkumuláció zónában, ami most már lassan 200 napja tart, mozog az árfolyam egy lefele tartó csatornában, ami itt a havi chárton is látjuk, de a napi chárton is látjuk, hogy egy gyönyörű bullish alakzat, egy bull flagről van szó, és hogyha egy bull flagnél ugye kinagyítjuk a zászló rúdját, ami körülbelül innen indult, akkor kapásból 104 ezer dollárt ros célárat kapunk. Egyébként láttam olyat is itt a Twitteren, aki kicsit hosszabb zászlórudat vetített ki, és 158 ezer dollárt mutatott az ő csártya. Én azt mondom, először jussunk el a 104-hez, és akkor utána meglátjuk, de minden esetre ez biztató. Így nézünk ki napos csárton. Ugye a havi csárton láttuk, hogy szeptember még mindig piros, körülbelül ez az 59 ezer tájékában van a szeptemberi nyitószint, úgyhogy semmi baj nincsen, ha szeptembert egyébként pirosban fogjuk zárni. Azt gondolom, hogy annál jobb lesz az október, illetve a negyedik negyedév. Amikor felpattantunk az alsó trendvonalról, ugye múlt héten, akkor itt 53-54 ezer dolláros beszállási árral nyitottunk long pozíciókat a Patreon csatornán, ahol ugye a tagokkal megosztottuk ezt az elemzést,
És ugye ez a trédünk szépen még mindig él, egy részét már lezártuk, itt 60 ezer dollár környékén elkezdtük zárni, tekintettel arra, hogy eleve már be volt rajzolva ez a középvonal, ez egy ellenállás, valamint ugye a mozgó átlagok is oda estek, 50 napos, majd jött volna a 100 napos mozgó átlag, úgyhogy itt volt egy profit realizálásunk a pozíció jelentős részén. Ez gyönyörű 11%-os profit, ha csak valaki megvette és eladta a bitcoint, ha meg valaki a Bybit-on tőkeáttétellel kereskedett, aminek ugye fontos ismerni a szabályait, illetve a kockázatét, és illetve hogy kell. Ez ugye ott megtalálható egyébként a webshopunkban az oktatási anyagok között. Az akár egy tízszeres tőkeáttétellel, vagy 100%-os profitot is tudott húzni. Jelenleg azt várjuk, hogy ebben a hangulatban rosszabb esetben visszajönünk a csatorna arra, aljára, viszont én még látok abban fordulási lehetőséget, hogy még kedden, szerdán egy kicsit lefele csoroghatunk, viszont hogyha megjön főleg egy vártnál nagyobb kamatvágás, akkor nagyon hirtelen ki is lőhetünk, és hogyha törjük a 60.200 dolláros szintet fölfele, akkor ugye mehetünk a felső trendvonalhoz, és az kapásból egy spoton is egy 22%-os profittal bíró trédet ad nekünk, és majd ott fogunk realizálni a trédünkön. Vissza fogunk még jönni szerintem a chartra, menjünk és nézzük meg, hogy mi a helyzet a Twitteren. A Twitter a kriptóban a social media, azaz minden itt zajlik, és ráadásul a Twitter a szabad beszéd, ahol nem cenzúráznak, meg nem mondják meg, hogy mit lehet mondani, meg mit nem. Ennek a, hogy mondjam, a fő központja. És ugye Elon Musk, a Tesla alapítója, illetve nem alapítója, mert nem ő alapította, de a Tesla tulajdonosa, a világ egyik leggazdagabb embere, jelenleg a tulajdonosa az X.com-nak, vagy régi nevén Twitternek. Na nézzük, itt ugye, kövess majd be a Kukac Miklós Denklert, nyomja a harangocskát, nézzük az elsőt, ami arról szól, hogy Rall Paul arról beszél, hogy globális likviditás az kitörőben van, és bármikor megtörténhet, és nézzük meg ezt a rövid kis videót. Liquidity is about to break out, driven by the US, driven by Japan, driven by China, and also eventually driven by the Europeans, because they all need to refi their debts. That's the big game, the everything code game. And global liquidity drives crypto. So if you've got to think of these moves that we're seeing currently as wiggles on the path of the main trend. So as global liquidity rises, cryptocurrencies will rise, as will other markets like Nasdaq. The other thing is global M2. Global M2 is starting to rise. As that breaks out, that's led by financial conditions. You can see Bitcoin, how sensitive it is to global M2. As global M2 starts picking up, Bitcoin year on year should start picking up too. Global liquidity is going to rise. Financial conditions are going to rise. This is the macro summit signature, the macro fall signature. The times when debasement comes, the times when assets do really well. So again, I don't see anything concerning in the macro picture. The macro picture is incredibly supportive of higher asset prices. Rob Paul, egy makroelemző, ha jól emlékszem, akkor annak idején a nem is tudom melyiknél volt, vagy a BlackRocknál, vagy pedig valamelyik nagynál, talán a Goldman Sachsnél volt. A lényeg az, hogy ő ugye az egész makropiacot ismeri, és ez arról szólt, hogy globális likviditás jön a piacra. Mert mind Japán, mind Európa, mind Kína, mind pedig Amerika, ugye főleg Amerika, Japán és mondjuk Európa az adósságának a finanszírozására likviditást kell vigyen a piacra, ugye ez lehet állampapírokon, illetve bankszektoron keresztül kamat politikával likviditás vinni a piacra, meg lehet simán pénzt nyomtatni. Az utóbbi ugye a leginkább, leginkább alap nélküli pénzkibocsátás, mert még az adósságrendszer sincs mögötte. Viszont a globális likviditás az azt hozza, hogy az eszközök árai emelkednek, mint az árupiaci, részvénypiaci és a kripto eszközök árai, és a bitcoinnak ne felejtsük el, hogy van egy olyan narratívája, hogy egy hedge az infláció elleni küzdelemben hasonló, mint az arany, digitális arany. Itt Rolpo még megoszt nekünk pár chartot, ugyanúgy a globális likviditásról, az M2-es pénzkínálatról, ugye az M2-es pénzkínálat az a minden elérhető pénz, és látjuk, hogy hogyan mozog együtt, ugye ez el van egy kicsit csúsztatva, egy 10 hetes chart. Maga a globális likviditásnak a chartja a fekete, az 10 héttel megelőzi a bitcoin chartját, és
Látjuk, hogy mennyire együtt mozog egy 10 hetes késleltetéssel, és a globális likviditás már elkezdett emelkedni, ami azt jelenti, hogy egy 10 hét múlva jó esetben ezt a piacokon is érezni fogjuk. Ehhez kapcsolódóan van egy cikkünk itt a Cointelegraphon, ahol Michael van den Poppe ugyanúgy hivatkozik a globális likviditási spirálra, arra, hogy meg fog ez növekedni, az adósság újrafinanszírozása, ugye ennek a célja, ez fogja szolgálni. Van egy S&P árupiaci index, ami azt mutatja, hogy ez mikor indul meg a különböző buborékok, mikor kezdenek el képződni, és jelenleg azt látjuk, hogy most ugye egy mélypontról kezd ez az index felemelkedni, hogy ez is összefügg, és azt mondja, hogy egy 10 évig tartó bika piacra számíthatunk a commodity, azaz az áru piacon, és ne felejtsük el, hogy a bitcoin és a kriptó is egyébként bizonyos besorolásokban árupiaci eszközöknek számítanak. A Ropo globális likviditásról itt ez a kis videó, itt is megtalálható, valamint itt van egy nagyon-nagyon frankó kis chart, ami ugye azt mondja, hogy a globális likviditás az mind a Nasdaqot, mind pedig ugye az egyéb eszközöket felviszi. Itt a globális likviditás kínálatot látjuk, ez az egyik chárton, még ugye a másik a bitcoin momentumot, és ez is ugye együtt mozog, hogyha kis késéssel is, de általában együtt szokott mozogni. 92.000 dolláros bitcoin, ugye az előző ciklusban a bitcoin visszatesztelt az 57-es egyszerű mozgó átlagot, és ott felpattant, és 40%-os növekedés tudott magának, de átlagosan, hogyha ezeket megnézzük, ezeket a rallikat, akkor 71%-ot szokott ez lenni. Ugye a csárton látjuk, a piros az 57-es mozgó átlag, a sárga, amikor ugye ezt keresztezi, illetve felpattan róla, és látjuk, hogy utána mindig van egy komolyabb ralli, és ha megnézzük, akkor ezt például 2021 májusában pattant fel, és ugye átlagban 71% szokott lenni ez a rally. Ha már itt vagyunk a Cointelegraphon, akkor nézzünk itt meg egy másik cikket, ami arról szól, hogy ugye elképesztő volatilitás jöhet a héten, mert a kereskedők nem tudják, hogy mire számítanak, hogyha alacsony lesz a kamatcsökkentés, akkor ugye valószínű, hogy a piac még jobban visszakorrigálhat, ha a vártnál magasabb lesz, akkor viszont elképesztő rally jöhet, és mindenki próbál ennek megfelelően helyezkedni, illetve sokan ilyenkor le is zárják a pozícióikat. A jelenleg a 50%-os az esély annak, hogy 50 bázispont, azaz 0,5%-kal fogják vágni a kamatot, és ez azért fontos, mert már mind Japánban, mind az európai országokban, Angliában, Európai Unióban vágtak kamatokat, és Amerikában még mindig 5% felett van a jegybanki alapkamat. Itt látjuk ezt a kis korrekciót, ugye ez amerikai idő szerint este, illetve ugye ázsiai idő szerint reggel történt, amikor alacsony volt a likviditás, és ez pont jó volt arra, hogy kirázza a befektetőket, viszont azt mondja ugye ez a trader, aki ezt csártolja, Jelle, hogy itt ő felpattanást vár, akár már ezen zónában. Oké, itt ez a masszív bull flag, azaz bullish zászló, és ugyanúgy a mozgó átlagokon való felpattanást mutatja ez, hogy ezek a különböző mozgóátlagok, egyszerű mozgóátlag és napos csárton, viszont ugye valószínűleg egy más idősíknak a mozgóátlagjai ezek, mert ugye jelenleg a napos csárton ugye mozgóátlagok alatt vagyunk. Minden esetre itt azt mutatja, hogy itt párszor már felpattantunk. Oké, vannak olyan indikátorok, amik egyébként vételjelzést mutatnak. Van például egy divergencia, ez egy bullish divergencia, az azt jelenti, hogy az ár lefele jön. Ugye látjuk, hogy vannak mélypontok, illetve attól függ, hogyan csártoljuk. Én azt gondolom, hogy ez nem egy másik mélypont, mert a napos csárton nem szúrtunk olyan mélyponton le. Viszont itt az RSI-t egy emelkedő trendben mutatja, és ez ugye azt szokta jelezni, hogy egy árban is egy felfele menetel fog hamarosan bekövetkezni. Kamatvágás 60% fogad arra, hogy 50
bázispont lesz a kamatcsökkentés, míg 41% arra, hogy 25 bázispont, de ugye idén még lesznek kamatcsökkentések. És egy újabb csárt a globális likviditásról. A bitcoin ugye 69 ezer dollárra ment föl 2021-ben, és akkor a 0,25% volt az alapkamat, és jelenleg ugye már fölmentünk 74%-ra, és még nem is volt alapkamat, bocsánat, 74 ezer dollárra, és még nem is volt kamat csökkentés, úgyhogy ezért nagyon-nagyon sokan optimisták a bitcoin kapcsán. Ez a csárt, azt gondolom ez a beszédesebb csárt, ez a bitcoin teljesítménye a halving után. Látjuk a különböző éveket, és azt, hogy milyen volt a teljesítmény. Látjuk, hogy jelenleg egy oldalazó szakaszban vagyunk, ugye itt ez a fekete, és a nagyobb mozgás felfele, az még előttünk van, és még a Bika piac csúcsa is előttünk van. Azt gondolom, hogy körülbelül egy évvel, de erről jönnek majd egyéb infók. Ethereum és Bitcoin, mármint az Ethereum chart Bitcoinban kifejezve, folyamatosan lefelé trendben megy, és mélypontokat ér el. Korábban azt figyelték meg, hogy amikor az Ethereum a Bitcoinnal szemben eléri ezeket a mélypontokat, amikor a 58% körül tetőzik a Bitcoin dominancia, akkor szokott megjönni a trendforduló az altcoinoknak, és ugye ez az Ethereum is hozzájárul, mert ugye az Ethereum a legnagyobb market cap-ű altcoin. Fontos szintek, itt jelenleg 57 ezer dollárt, ahol azt mondja, hogy egy fontos támaszszint, illetve itt van egy likviditás, valamint ugye lejjebb az 54 ezer dollár, és ugye azt mondják, hogy itt hamarosan új csúcsokat látunk októberben, annyi, hogy győzzük az októbert kivárni. Na, menjünk tovább a Twitterre, itt még van egy-két fontos info. Az egyik projekt, akit követünk, és nagyon-nagyon szimpatizálunk vele, ez a Sharkról, megkapta a gaming, illetve gambling license-ét, azaz mint egy online kaszinó és egy játék platform hamarosan el fog indulni, és amiért nagyon szeretjük, ugye a Robitot is szeretjük, ami ugyanebben az iparágban dolgozik, és a Robitot szoktuk kereskedni, meg hosszú távra is tartjuk, nagyon jó kereskedéseket lehet végezni. A Robit a bevételének csak a 15%-át égeti el, míg a Sharkról a 45%-át fogja, ugye a többit meg szoktuk beszélni különböző beszélgetésekben. Na, nézzük a négy fő dolgot. Ugye bitcoin felezés megtörtént. Kamatcsökkentés a világ legtöbb helyén már megtörtént. Ugye még mindig Amerika világvezető hatalma, ott meg fog történni pár napon belül. A globális likviditás meg fog indulni. Lesz mindjárt egy cikkünk, illetve azt most behozom ezt a cikket, vagy később, nem itt ez a cikk arról szól, amit mindjárt meg is nyitok, hogy Kínából elképesztő likviditás jöhet a piacra, ezt mindjárt megnézzük, és ugye jönnek a választások. Nem csak Amerikában van választás, hanem a világ legtöbb országában van választás, és az amerikai választás egyébként mindig pénzbőséget szokott hozni. És ugye itt van egy ilyen kis hosszabb leírás Mark Mostól, akit érdemes egyébként követni, mert nagyon jó betekintéseket szokott adni így a piacokról, nem csak kriptóról, hanem általánosan az egyéb piacokról is. Itt az S&P 500-nak a teljesítményét látjuk, és azt, hogy a különböző elnökök idejében a választások után mindig 50%-kal feljebb volt, 3 év múlva, három év és 8 hónap múlva, szóval mindig feljebb volt minden egyes elnök esetében, és most sem lesz ez másképp, és ugye ő még megemlíti az adósságfinanszírozást, a ciklusokat, és ugyanúgy ezt a likviditást, amiről beszéltünk, és ugye kérdezi, hogy szerintünk hova megy a piac, és hogy a bitcoinra ez mit jelent, hát egyértelműen az, hogy a likviditás egy része a bitcoinba fog érkezni, úgyhogy ugyanúgy likviditás itt indul meg, most fordult, ugye előbb már láttuk a másik csárton. Itt, amit megosztottam, ugye arról szól, hogy Kína önmagában egy 1,4 billió dolláros
kriptocunamit indíthat el, mármint jó értelemben. Egyrészt Kínában is nyomtatják a pénzt, illetve viszik a likviditást a piacra. Másrészt ebben az évben felerősödtek azok a törekvések, ugye Hongkongban már elindultak a Bitcoin és Ethereum ETF-ek, és hogy Kínában is előbb-utóbb valószínű, hogy a Bitcoin és az egész kriptó elfogadottsága a korábbi tiltás vagy tiltom is, meg nem is dologról sokkal világosabb, egy támogatóbb formációba válthat át, és ez egy 1,4 billió dollárt hozhat a piacokra. Itt egyébként megemlítik Oroszországot is, ahol tudjuk, hogy a Bitcoin bányászat jelentős része Oroszországban történik. Amerika ezért is fel akarja venni a versenyt, hogy Amerikában legyen a legtöbb Bitcoin kibányászva, de ne felejtsük, hogy Kínában is azért elég jelentős a bányászat, valamint ugye Oroszországban a cégek már hivatalos fizető eszközként használják a Bitcoint a különböző céges tranzakcióban, és ugye egy újabb löketet fog hozni. Emellett meg Donald Trump egy nagyon, hogy mondjam, érdekes kriptoprojektet akar a piacra vinni, ami egy decentralizált, és akár a Bitcoinnal is fölveszi a versenyt, és egy új pénzügyi dolgot kíván megteremteni. Hát mi nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz ez. Elvileg a mai napra volt kiírva a Twitterre, hogy lesz egy ilyen Twitter Space, viszont mivel tegnap rálőttek az elnökre, és ugye volt egy kis felfordulás, mármint az elnök jelöltre Donald Trumpra a golfozás közben, vagy próbáltak rálőni, ezért lehet, hogy ez most elmarad, de érdemes majd követni, és valamelyik családtagja is benne van ebbe a projektbe, és valami szuper DeFi projektet kívánnak lancsolni, hát ez azon nagyon-nagyon felettébb érdekes lesz. Jó, mit látunk itt még? Mi jön még a piacra? Likviditás. Mivel jó likviditás? Van egy FTX nevű tőzsde, ami ugye 2 éve csődbe ment, és most 16 milliárd dollárt fognak dollárban vagy USDT-ben, de minden esetre nem bitcoinban, meg nem kriptoeszközökben kifizetni az FTX tőzsde károsultjainak. És ezek a károsultak, akik gondolde, hogy 2021 óta várják, hogy az a pénz, amit a tőzsdén elvesztettek, és most visszakapnak, hát mindenki azt gondolom, hogy rohanni fog, és a megkapott pénznek szerintem javarészét kriptóba fogják tenni. Az, hogy most bitcoinba, altcoinokba, milyen arányban ezt nem tudni, viszont ne felejtsük, ezek kriptobefektetők voltak, és ők már végignézték azt, hogy a bitcoin a 15 ezer dollárról, ahol ugye volt az FTX összeomlás után, fölment 73 ezer dollárra, és nagyon jól tudják azt, hogy a halving után és az egyéb piaci események kapcsán mi vár rájuk. Úgyhogy számoljunk ezzel a 16 milliárddal, mert ez nagyon-nagyon kemény. Ez valamikor Q4, azaz negyedik negyedében fog megtörténni. Jó hír, El Salvador! Nayib Bukele, ugye az elnök, El Salvador független lett, nem szorul már külső adósságra. Ugye tudjuk azt, hogy pár éve az IMF rá akart erőszakolni El Salvadorra hitelét, ugye, hogy ilyen rabszolga sorsba kösse, ami ugye hitel, erre egy nagyon alkalmas dolog, és Nayib Bukele azt mondta, hogy köszönjük, nem kérjük, sőt, ugye bitcoint bányászunk, bitcoin a fizetőeszköz, sőt, bitcoin kötvénykibocsátást csinálunk. Arról, hogy 50 bázispont lenne a csökkentés, már beszéltünk, viszont van egy szenátor Amerikában, aki azt mondja, hogy 75 bázisponttal kéne csökkenti a kamatokat. Jó, ez egy hosszabb ilyen thread arról, hogy mindig is lesz infláció, és minden, amit használunk és fogyasztunk, az mindig följebb fog menni. Ezt valószínűleg egy külön videóba hozom el, mert így már elég hosszú lenne a mai. Na nézzük a BICO piacot. Globális likviditás megint csak. Globális likviditás, ez a masszívan ugye a kék vonal az, hogy évről évre hogyan változik, látjuk, hogy amikor megindul fölfele, akkor a bitcoin is megindul fölfele, látjuk a halvingokat, nagyon jó kis chart, és itt van az összes jegybank, föl van itt sorolva, aki benne van ebbe a globális likviditásba. Ez ugye a kumulált, ami elérhető a piacon, ez meg, hogy évről évre hogyan változik, ez egy nagyon-nagyon jó chart, ezt mindenképpen érdemes ide látogatnod, letöltened, nézegetned, meg persze lájkolnod és megosztanod. Oké, okay. Szuper, mi történt a Bitcoinnal?
amikor ugye az arannyal együtt mozog, vagy éppen nem. Legutoljára, amikor az arany realizott 40%-ot, ez 2020-ban volt, és utána a bitcoin realizott 660%-ot. Most látjuk, hogy az arany már realizott, a bitcoin még nem, hasonló, hogy elvált a rövid időre az árfolyamuk, utána a bitcoin behozta egy 660%-os emelkedéssel, azon, hogy ez most sem lesz más kép, nagyon az arányok nagyjából hasonlóak lesznek, úgyhogy erre is jött egy like, meg egy megosztás. Ez ugyanúgy az adósságról szól, érdemes ezt végignézni, ez az adósság spirált, szerintem ez is az inflációs videóval ezt külön fogom venni, ha van időd nézeges, most nem megyünk bele, de jönni fogunk ez ügyben. Ethereum és Bitcoin chart, ugye ETH-BTC pár, látjuk azt itt, hogy hogyan van berajzolva, mikor volt ugye halving, a halving után mindig az Ethereum a Bitcoin-nal szemben esett. Így történik ez most is, ugye ezek a halvingok, és azt is látjuk, hogy egy év múlva hol van az ár, és hogy a mélypontot, ugye itt van egy trendvonalunk, mikor, hogyan éri el, úgyhogy érdemes ezt megnézni. Itt ugye hosszasan ecseteli, hogy támaszzónában van, stb. Stb., és hogy az egész Ethereum úgy néz ki, hogy mint a fadolnák. És ugye ne felejtsük el, hogy azért ez egy még egy pici piac, manipulatív piac, szóval aki hisz az Ethereumba és nagyon fel akar halmozni olcsón, az tudja fadolni, hogy mindenki azt higgye, hogy az Ethereum az már, hogy mondjam, már nem is olyan fontos, nem a legnagyobb layer egy, pedig az, ugye a Vitalikból is gúnytűznek, meg stb. Stb. Megy a fad, félelemkeltés, és az emberek, a kis befektetők, akik kevésbé tudatosak, hát eladják az Ethereumot, a nagyok meg szépen megvásárolják. A Doge chartján is hamarosan forduló van, és amikor az Ethereum Bitcoin chart is megfordul, akkor elképesztő altcoin szezon veszi kezdetét. Oké. Jó, itt különböző kereskedéseket néztünk, a DeFi Tracernek van pár frankó kereskedése, ami elég veszélyes, mert ugye az ömében egyébként meme coinok. Na nézzük, hogy mit mond a Wrecked Capital, hogy mi is történik itt. Azt mondja, hogy egy új akkumulációs zóna kezdődik. Nézzük az újra akkumulációs zónában a leszórások, mikor, hogyan szoktak megtörténni. És jelenleg ugye fontos lenne, hogy 60 ezer dollár felett tudjon konszolidálódni, és a maga történelem azt sugallja, hogy a bitcoin kitörése pár héten belül megtörténhet, és nagyon izgalmas hetek jönnek. Nem biztos, hogy ez szeptemberben történik meg, de tényleg pár hét közelségben van. Egy másik bitcoin chart azt mutatja itt, itt ugye különböző középértékeket látunk, csúcsokat, és különböző ilyen, nem is tudom, oszcillátorokat, ahogy amikor ezeket ugye itt át töri, akkor ugye utána megindul mindig egy-egy rally, és jelenleg 69.500-nál van egy ilyen, amikor ezt át fogja törni a bitcoin ára, akkor megindul a FOMO, azaz a félelem, hogy kimaradunk belőle, és az fogja elindítani azt, hogy aki kiszállt az elmúlt időszakban, ő is jön, és be fog vásárolni, és valószínűleg drágábban, mint ahogy kiszállt, tehát ez már csak ilyen. Franco, ez a chart, ez a legjobb chart, hogy beleégessük a retinánkba, hogy hogyan is néznek ki a ciklusok, ugye ez mindig egy-egy ciklus, medve, enyhe emelkedés, konszolidáció, utána masszív emelkedés, és még egy kis emelkedés jön. A masszív emelkedés előtt mindig van egy akkumulációs, oldalazó szakasz, látjuk itt a minden egyes időszakban, mint 2024 zömében erről szól, akkumuláció, oldalazás, és jelenleg itt vagyunk, és a második felvonás, a Bika piac, az még bőven előttünk van, sőt az első felvonás fele is még előttünk van. Adjusted Dormancy Flow, ez az, hogy ugye mennyien nem mozgatták a bitcoint, ez ugye mind azt jelenti, hogy ez az idő nem arról szól, hogy a bitcoint el kéne adnunk, hanem arról, hogy venni. Ugye itt látjuk, hogy ilyenkor nagyon-nagyon sokan kereskednek, itt viszont
ugye a legtöbb bitcoin már nem mozgott. Úgyhogy aki tudott, az már kitárazott, eladott, de értelemszerűen nem kéne többet eladnunk, mert ugye mindig ilyenkor szokott fordulni a piac. Az okos pénz vásáron, ez egy Smart Money Index, a legnagyobb befektetők vásárolnak, hogy itt az index mutatja, ez egy ilyen volumenszerű index, hogy folyamatosan növelik a kitettségüket és vásárolnak. Oké, bitcoin tranzakciók, ugye ez azt jelenti, hogy a blokkláncon egyre nő a tranzakcióknak a száma, a bitcoin átlagos teljesítménye különböző hónapokban, hát látjuk, hogy szeptember az mínusz 4,5%, viszont ez átlag. Október, november, december. Most ha összeadjuk ezeket az átlagokat, ez majdnem 40, ez mondjuk 30, az 70, mondjuk egy 75% itt kb. Ránézésre az átlagos teljesítmény, és az, majdnem, hogy az egész éves teljesítménynek a legnagyobb része az október, november, december, úgyhogy a legjobb időben vagyunk. Ha most lépsz be a piacra, akkor nagyon-nagyon szerencsés vagy, akkor tényleg nagyon-nagyon gratulálok, nagyon szerencsés vagy. Ha meg már itt vagy a piacon és van módodban még akkumulálni, akkor te már megtanultál egy fontos leckét. Oké. A félelem és kapcsisági index látjuk, hogy amikor leszorunk ebbe a pirosban, akkor nagy a félelem, és itt vagyunk most. Ugye beszúrt az index, bement 25 alá is, illetve 30 alá, és a felső, a fekete a bitcoin csártya. Ugyanúgy likviditás szezonalitása, hogy a likviditás az évben mindig az október, november, decembernek a likviditása egyébként is megnő éven belül is. Egyes ciklusok, mindig ismétli magát a történelem. Ugye itt látjuk, hogy most még csak itt vagyunk, meg volt a halving, oldalazgatunk, és halving után remélhetőleg elindulunk fölfele, hogyha kijövünk ebből az akkumulációból. Ugyanúgy globális likviditás változása, ez is egy érdekes csárt, ugye a felső a bitcoin csártya, ez az alsó globális likviditás, amit láttunk már más csárton is, és itt van, hogy a mélypontról megindultunk fölfele, és ugye ennek van egy késleltetett hatása, illetve maga ez még igazából most fog elindulni. Oké, ez az évről évre változás. Szuper! Igen, erről már beszéltünk, hogy milyen narancsárga pirulát vesszük be. Itt meg ugye a bitcoin ár változását látjuk. Fontos, hogy megindultak a szkemerek, hackerek, ugye mindig dolgoznak, ahogy elindul a piac, még inkább fognak dolgozni, úgyhogy nagyon-nagyon legyél óvatos. Itt például kaptam egy e-mailt, hogy mintha FTX károsult lennék. Világosan emlékszem, hogy használtam az FTX számlát, viszont nem hagytam rá semmilyen egyenleget, úgyhogy nem vagyok FTX károsul, de itt van egy link, hogy claim-ná, és ugye ez a link ez elvisz valahova, ami valószínűleg megfertőzi a gépemet, rátelepít egy kémprogramot, ami figyeli, el akarja lopni a tőzsdebelépőjel szavaimat, a wallet seed szavaimat, a 12 szót, amit a wallet telepítésénél használok, úgyhogy ne kattints semmire. A mai nap jött egy FTX-nek álcázott e-mail, meg jött egy Liquid, ugye a Liquid egy japán tőzsde volt, viszont annyira összekeverték a hackerek, hogy a link az azt mutatta, mintha FTX károsult lennék, szóval össze-vissza kevernek már, hogy már nem tudják, melyik korábbi tőzsde, ami csődbe ment, és ugye a károsultakat próbálják elérni, illetve hát nem a károsultakat, mindenkit, és ugye az, hogy e-mailen megtalálnak ezen, ne csodálkozz, mert bármilyen e-mailed, amit publikusan kín van, vagy ki lett posztolva bárhova, azt nagyon-nagyon hamar megtalálják, viszont ugye úgy tudunk védekezni, hogy használjuk a NordVPN-t. A NordVPN az egy olyan dolog, ami elrejti az IP címedet, és ez egy plusz védelmet is ad. Én most éppen akkor Svájcból jelentkeztem be, ugye a fertőzött fájlokat is, az egyéb olyan dolgokat, ami jönne, például weblapok, ami a főleg mondjuk a walletemnek akarna, hogy rákattintsak, hozzáférést adjak, meg mindenféle egyéb dolgot blokkol. Mi ezt használjuk, a NordVPN-t, úgyhogy a leírásban megtalál a linkjét, azt gondolom, hogy érdemes használni. Egyre több ilyen csalós dolog fog jönni, úgyhogy ezekkel legyünk óvatosak. Egyrészt ne kattints rá, másrészt használj frankó vírusírtót,
meg VPN-t. Oké, szóval a Bitcoin, várjuk nagyon a mozgást, ha lefelé fog jönni, akkor a longhoz hozzáadunk, teljesen komfortosan vagyunk, ugye már volt egy frankó kis profit realizálásunk ezen a tréden, úgyhogy bármi történhet, stop lossunk profitos zónában. Ugye a Patreonon nem csak a Bitcoin szoktuk csártolni, csártoljuk egyébként a dollár erősségi indexet, az aranyat, megnézzük a részvénypiacot, meg kb. 20-30 altcoint. Az egyik múlt heti frankó trédünk, illetve már talán előtte héten elindítottuk, a Phantom, ami itt sikerült ugye megvenni, itt 0,4 dollár alatt volt a beszállónk, itt kezdtünk el beszállni, mert láttuk, hogy egy magasabb aljat formált, és igen, hogy van egy trendvonal, amiből ki kíván törni, ezzel 27%-ot húztunk, és ebben a visszatesztben is hozzá tudtunk adni. Úgyhogy gyere, ezeket a trédeket a Patreonon tesszük közzé, és ott tudsz a Patreon próba feliratkozni. Örülök, hogy itt voltál, jövünk több tréddel és hasonló tartalommal. Köszönjük, hogy megnyomtad a lájkot, a kövér lájkot, és természetesen, amit elhangzott a videóban, az nem pénzügyi, nem befektetési tanács, mindig tedd meg a saját kutatásodat, nézz utána az adott projektnek, kriptoeszköznek, kereskedésnek, és hozz egy jó döntést. Úgyhogy örülünk, hogy itt voltál. Hello, hello, szia!